Az Óze díjat magyar színházi előadások epizód szerepeinek megformálói kapják. A díjat a magyar színház és filmtörténet egyik legérdekesebb, legeredetibb és legközkedveltebb alakja, Gobbi Hilda alapította végrendeletében. A színésznő ezt írta a díjról. Sajátossága a színészi munkának, hogy a főszereplő több felvonáson keresztül vonja magára a figyelmet. Az epizódistának csak néhány perce pillanata van, tömörít, mint az író, amikor epigrammát alkot. A díj odaítéléséről a Színészkamara választotta kuratórium dönt. 2020-ban Kuna Károly, Szabó Éva, Spilák Lajos és a Móricz Zsigmond Színház művésznője Horváth Margit kapta meg a díjat. Szakmailag egy olyan hihetetlen euforikus őrület, tehát így más dimenzióba került minden. Nagyon nem tudom már ezt igazából túragozni, mert ezt most már olyan sokszor így megkérdezték tőlem. Tehát hihetetlenül boldog vagyok, és van bennem valami furcsa nyugodtság, nyugalom, már olyan régen volt, de ez nem feltétlenül egyébként az Ózedi, tehát lehet, hogy az is, hogy most többet vagyok a családommal. Tehát valami most, mint egy másik ember lennék, vagy legalábbis tényleg a nyugalom jött így előtérbe, és hát nyilván ez meg annyira feltette az íra a pontot. Nagyon-nagyon boldog vagyok, és ilyen felfoghatatlan, bár most már egyre inkább kezdem elhinni, hogy tényleg én kaptam meg. Borzasztó jó érzés, hogy szakmailag is. Tehát borzasztó, tényleg soha nem gondoltam. És tényleg ebben semmiféle álgúz szerénység nincs. Sose gondoltam arra, hogy én bármiféle szakmai díjat kaphatnék, úgyhogy de nagyon nagy boldogsággal tölt el. Az elmúlt években Horváth Margitot többek között olyan nagy sikerű előadásokban láthatta a Nyíregyházi Teátrum közönsége, mint a Hello Dolly, a 9-től 5-ig, vagy az idei évadban az Édes Charity. A művésznő hosszabban mesél a díjhoz kapcsolódó érzéseiről a Péntek Esti Weekend című műsorunkban. Nem tudom, a szüleid elengednek?